A posta örök és örökké változik. A ma postája holnapra emlék lesz. A tegnap postája már ma is az. A tegnap előtt postájára pedig sokan már nem is emlékeznek. Ez egy részlet a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány postatörténeti emlékkiállításának emlékkönyvéből. Ezt a kiállítást több évtizedes gyűjtőmunka eredményeként néhány dél-alföldi postás dolgozó alapította 2003-ban. Aktív és nyugdíjas postások azóta is folyamatosan gazdagítják a gyűjteményt, amelynek a leltárában több mint 5500 tárgyat, okiratot és nyomtatványt tartanak nyilván. A kiállítás 6 teremben tekinthető meg. Távközlésnek pont ez a helyiség, ahol most tartózkodunk, ez a DL számolás volt, ahol a telefonszámlákat akkor még kézzel összesítették, átadták, és ez sokáig kihasználatlan volt. És Tóth László, a postaigazgató, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a Szegedi Postaigazgatóság 2003 végén hogy megszűnik és menteni ide az anyagot, amit lehet, és hát így jött az ötlet, hogy akkor amit lehet hozzunk ide Szentesre. Itt volt fogadó személyzet részünkről, és elkezdtük a füles helyiségeket, hát különféle postatörténeti dolgokkal hát telerakni. Mindjárt látszott, hogy ez az első helyiség, ez kicsi, és így aztán haladtunk végig, amíg felszabadultak helyiségek. Jelenleg 6 helyiség, még egy hosszú folyosó áll rendelkezésünkre. És több mint 6000 tárgy vagy okirat van a nyilvántartásunkban. Az első terem egyik fele a múlt századbeli kisposta berendezési tárgyait és felszerelését mutatja be. A látogatókat egy korabeli postás kisasszony és egyenruhás kerékpáros kézbesítő fogadja. A falakon dél-alföldi postamesterek, postakiadók, valamint postahivatalvezetők arcképcsarnoka látható az 1980-as évek végétől és az 1900-as évek első feléből. A kisposta közönség terében az asztal üveglapja alatt értékes iratok tájékoztatják a látogatókat a múltról. Az emlékszoba másik felében a távközlés múltja iránt érdeklődők megcsodálhatnak egy múlt században készült, ma is üzemképes távbeszélő központot, amelyhez a kiállítás termeiben elhelyezett 6 készülék csatlakozik. A telefonok ki is próbálhatók. A teremben az egyik sarok a Szegedi Postaigazgatóság történetére emlékeztet. Az igazgatóság 1920-2004 között 84 éven keresztül irányította és ellenőrizte a dél-alföldi régióban a posták működését. A gyűjteményben hiánytalanul megtalálhatók a Magyar Királyi Posta és Távirdai Rendeletek Tára című hivatalos közlöny példányai, amelyek 1867-től a Magyar Posta önálló nemzeti közintézményé válásától jelentek meg. A második terem az oktatóterem, amelyben egy vitrinsor az 1848-49-es Kossuth Bankótól a jelenkorig vezeti végig a látogatót a Magyar Bankjegy kiadás történetén. Egy hatalmas fali tablón pedig képek láthatók a magyar posta életéből. Ugyancsak ebben a teremben látható a vasúti mozgóposta szolgálat több tárgyi emléke is. Az oktatótermet meghagytuk a mai napig oktatóteremnek, de kívülről különféle postai emlékekkel körbe raktuk. Tényleg az 1867 az önálló magyar postává válástól az 1940-es évekig helyeztük el a tárgyainkat. Ott a falon láthatók azok a tablók, ahol ennek az időszaknak a postai fejlettsége nyomon követhető. Előtte vitrinekbe
A Kossuth Bankótól, az 1848-as időszaktól egészen a napjainkig a bankjegyek és a érmék láthatók. A harmadik terem az oktató terem másik fele. Itt kiállítási bábuk láthatók régi postás egyenruhákban. Technikai érdekesség pedig a két működőképes 40-50 évvel ezelőtti lyuk szalagos telex gép. A negyedik teremben egy képeslapgyűjtemény látható a múlt század elejétől a közelmúltig. Ugyanitt Kass János Kossuth díjas grafikus művész bélyegeiből és bélyeggrafikáiból kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. 1850-es években volt ez a bélyegnek a bevezetése, mint Magyarországon is éppen a szabadságharc ideje alatt Tan Mór, aki később egy híres festő lett, annak a bélyeg tervei alapján az első magyar bélyeg, de ez sajnos, hogy elbukott a szabadságharc, a bélyeg nem jelenhetett meg. Hát aztán utána aztán magyar bélyegek világhírűek lettek, nagyon szépek és elismert az egész világban. Na most ebbe a helyiségbe külön érdekesség, Kass Jánosnak a bélyegei leírta azt, hogy milyen nehéz volt a művésznek a helyzete, amikor a feszti körképet hát kellett elkészíteni, annak a kicsinyítés mását. Ezerszeres nagyítás helyett ezerszeres kicsinyítéssel az elefántból kellett egeret csinálni. Az ötödik teremben sokféle hírközlés technikai eszköz csodálható meg. Régi telefonok, rádiók, televíziók, telexgépek. Ugyanitt látható Katona Imre egykori szentesi postaműszaki dolgozó, amatőr festő emlékkiállítása. A kiállítás előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, csoportoknak szombaton 8 és dél között. Grupa Inbox iz Bačke Topole je mladi rock sastav formiran 2007. godine. Tokom vremena postava benda je varirala da bi se ustalila u sadašnjoj. Ja sam Dušan Popović, ja sam bubnjar u bendu Inbox. U bendu sam već 5 godina i uživam u tome što radim. Ja sam Tibor Maša, saksofonista, klarinetista benda Inboxa. Eto već, želim nazvati godinu i po dana. Ja sam Damir Dolmagić, nadimak mi je Dado. Sviram u bendu Inbox, u bendu Inbox sam gitarista, pevač, između ostalog autor muzike, aranžmana i teksta. A osim njih, deo ekipe je i Petar Popović Pero, zadužen za bas gitaru i prateći vokal. On se bendu priključio zajedno sa svojim bratom Dušanom. Mi smo bend koji voli da svira, to je ono što je najjednostavnije, koji voli da se druži, koji voli da živi ovaj način i stil života. Biti član, biti deo ovoga svega je jako dobra stvar. Funkcionišemo kao rock'n'roll band u smislu da se mlatimo kombijem, u smislu da imamo koncerte, sviramo po klubovima.
Nakon prve faze nastajanja pesama i uvežbavanja materijala, Inbox početkom 2008. godine započinje snimanje albuma Prvenca u saradnji sa Milanom Đurđevićem, ključnom figurom grupe Neverne Bebe, kome je poverena i produkcija albuma, a koji je odsvirao i kompletne deonice klavijatura na tom izdanju. Tekstovi i pesama delo su Veselina Krsmanovića, osobe koju bend tretira kao ravnopravnog člana ekipe. Najčešće u Bačkoj Topoli imamo probe i kod naših bubnjara, a često imamo probe u Subotici. Album Kakve godine objavljen je 2010. godine u sopstvenoj produkciji sastava Inbox. Ti prvi albumi gde čovjek dosta sluša snimatelje i producente su značajno iskustvo u tom smislu da naučiš da bi ipak možda više trebao da slušaš sebe. Dosta emotivan i pomalo dosadan. Početkom decembra 2012. Inbox je u saradnji sa izdavačkom kućom Time Machine objavio album Blesavo jutro, koji članovi grupe smatraju svojim prvim zvaničnim izdanjem, a na kojem se našlo 6 ponovo snimljenih pesama sa albuma Kakve godine i 2 potpuno nove numere. Imao je dozu veće hrabrosti u odnosu na prvi album, zato što smo u odnosu na prvi album više pokazali sebe. Nakon kraće pauze, bend Inbox vratio se ponovo na scenu, i to u velikom stilu, predstavljajući svoj novi video single Synthetic sa albuma Live from Hometown. Pesma ima taj neki reggae groove i zbog toga mislim da se ljudi onako lako uhvate za nju, ali ima i ozbiljnu poruku. Poruka je o tome da mnogi navodno uspješni ljudi danas u stvari nisu srećni, da je pritisak sistema ogroman i da imati odelo kravatu nije pokazatelj sreće. I ne mora da znači da si uspješan ako si u tom fazonu, pa smo želili nekako i tekstom i spotom da predstavimo to, da ljudi obrate pažnju na to da su srećni, da li im je duša srećna, ne samo koliko zarađuju. A pre video singla Synthetic, Inboxi su snimili još 2 potpuno drugačija, od kojih je prvi Pogledi. Zvezde tog spota Pogledi su deca i zato je spot dobar, mislim. Deca su iskrena, da li snimaju spot, da li su s tobom, deca su iskrena, pa su iskrena. I onda uspjeli smo da uhvatimo tu dečju energiju, preneli na spot i to je razlog zbog čega je taj spot toliko dobar. A nakon Pogleda usledila je IDR Olja. Tu smo želeli da skrenemo pažnju na ljude, na stvari devojke koje se previše ogoljuju i na taj način strozavaju iz sebe, a i da se onda momci čuvaju tih devojaka, jeli, opasnih za dušu. Kaže, prati svoju zvezdu, gleda sebe, voli sebe, dajem si znam da ti godi, ma idi gde te srce vodi. Kako su tvoje očekivanja od novog albuma? Mogu da kažem slobodno velika, zato što smo baš dali i srce i dušu za njega. To je live svirka. I mislim da već nekim ljudima kojima smo puštali ovako pesme nove, jako dobro prolazimo kod njih. Album sadrži 8 novih pesama. Pesme su, kako da kažem, onako, ima i mekših, ima i sporih. Na ovom albumu, negdje na pola pesama, ja se pojavljam, prvi album na kojem se pojavljam i kao tekstopisac. Nešto je kuvalo u meni, imao sam potrebu da iznesem neke životne dileme, trileme na površinu, da izbacim iz sebe, da mi bude lakše. I mislim da je do sad najbolji album. Ja se nadam da će pogurati našu karijeru, da će pomoći malo da krenemo uzbrdo i da će bend malo i proslaviti, da će se to daleko čuti. Nakon prvog singla, bend planira da postavi pesme za besplatno preuzimanje, a neće izostati ni fizičko izdanje koje će biti odštampano u limitiranom broju za potrebe promocije i prave ljubitelje benda Inbox. Album će izdati udruženje Remix iz Novog Sada, koje je osnivač portala Remix Press. Uplašeni plaše, traži život, bedan kažu, bićeš bezbedan, o čemu sve, ako ne živim strast, o čemu sve? Ako je dosadno, uzmi kredit, osiguraj babu, nije u kuću. Ali ne pitaj mene, gde ću, kuću, šta ću. Ne mogu ja, na udobno dno, ne mogu. Meni je dosadno, ne mogu ja, kao vi. Znam da hodam po ivici, znam da u kavezu rizika nema. Dilema, dilema.
dalje boli glava. Možda je sve super i strava, al plašim se da je to analgetik, anestetik, sintetik. A ti uzmi nove kredit, osiguraj sve, kaj plastika života pojede te. Pa se vidi zašto ti duže jeca, gde si ti? I gde je sreća? Ne mogu ja, kao i, znam na koram po ivici. Znam da u kavezu rizika nema, dilema, dilema. A meni je dosadno. Da je sve super i strava, pa plašim se da je to analgetik, anestetik, sintetik. A ti uzmi nove kredit, osiguraj sve, ne plastika života pojede te. Pa se piti zašto ti duže jeca, gde si ti? I gde je sreća? Ne mogu ja, kao i, znam da koram po imici. Znam da u kave za mu rizika nema, dilema, dilema. Ono što ih zasigurno očekuje na jesen jeste koncertna promocija novog albuma i osvajanje novih bina. A evo kako sebe vide za 20 godina. Ono što zajedno želimo u nekoj bliskoj budućnosti, a to je da pokušamo da se oslobodimo tog, tako da sad već nazovem, tereta sviranja obrada. I želimo da isključivo postojimo kao autorski bend, pa da vidimo da li će nas gazde klubova zvati kad ne osviramo ni jednu tuđu pesmu. Ja vidim nas kao prijatelje da eventualno da roštiljamo i jedemo i pijemo zajedno i družimo se i tako dalje, da će naše prijateljstvo ostati u dugo, dugo niz godina zajedno. Volio bi da uspije da se neke karte otvore pa da nam bude lakše. Mislim da će biti sve kako treba i kako smo zamislili. În fiecare an, Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara a organizat în mijlocul lunii mai Zilele Maghiare Bănățene. Evenimentul jubiliar, aflat deja la a 20-a ediție, s-a bazat și în acest an pe diverse evenimente culturale în reședința de județ Timișoara, în municipiul Lugoj, în orașele Sfânt Nicolau Mare, Jimbolia, Vârșeț din Serbia, dar și comunele Tormac, Otelec, Dumbrava, Moșnița Nouă, precum și în satele Bodo, Cherestur și Țipari. Bársági magyar napok alkalmával újszentesen harmadik alkalommal vagyunk házigazdáknak az eseménynek. A Bugykös Néptánccsoport az idén a Hagyománykeresőben című előadást valahogy megszervezte. Szászenikő kért meg, hogy a Szászenikő színművésznő kért meg, hogy szervezzük meg ezt az előadást.
barátaink, ismert csoportokat hívtunk meg, olyanokat, akikkel szeretünk együttműködni, akikkel több máskor is együttműködtünk. Milyen jelentőséget látsz ennek, hogy Újszentesen ugye a Bugykos fellépései mellett néha megismerkedjenek a temesmegyei egyéb táncegyüttesekkel is a helyi hagyományőrzők? Fontos az, hogy megnézzük egymást, fontos az, hogy lássuk egymás produkcióit, mert minden évben ugye minden tánccsoport valami újat készít, és ez egy nagyon jó lehetőség a Bánsági Magyar Napok keretén belül, hogy ezt egy ilyen évadzáró ünnepéként ezt megtekinthessük. Din program nu a putut lipsi nici Comuna Dumbrăvița, astfel că formația de dansuri populare Bugykos, împreună cu formația Gujoiaș, a organizației studenților maghiari din Timișoara, a organizat evenimentul numit În căutarea tradițiilor, în căminul cultural de pe strada Sándor Petőfi din localitate. Timp de aproape 2 ore au delectat publicul ansamblurile folclorice Bobita, Bocreta, Esterlands, Sazor Sep din Timișoara și Chec Iboia din Sân Nicolau Mare, forgatoși din Macău, dar și gazdele Bugykos și Gujoiaș. Három csoportot hoztunk el ma Újszentesre, az Esterlánc néptánccsoportot, a Bóbita és a Szászor Szép néptánccsoportot. Ezen kívül még van egy tánccsoportunk, egy kezdő, 6-7 éves gyerekekből álló csoportunk, őket még nem küldtük színpadra, úgymond. Az Esterlánc néptánccsoportunk egy román kalotaszegi táncot táncolt, a Bóbita rábaközi és szatmári táncokkal állt a színpadra, a Szászor Szép pedig dunántúli ugróst és eszközös táncokat mutatott be a közönségnek. Szinte kizárólag a temesvári Bartók Béla Elméleti Liceum kis diákjaiból áll az egyesület nagy része. Mennyire könnyű, mennyire nehéz őket a magyar néptáncra nevelni és tovább oktatni őket a magyar hagyományok megőrzésére? Táncosaink nem csak a Bartók Béla Elméleti Liceum diákjai, vannak diákjaink román iskolákból is, sőt vidéki iskolákból is járnak hozzánk táncolni gyerekek. Az, hogy kiskorban kezdik, inkább megmaradnak ebben a mozgalomban, és a szülők is pozitívan állnak hozzá, hiszen kicsikorban hozzák, viszik a gyereket, jobban jelen vannak abban, amit a gyerek iskolán kívül más tevékenységekben is végez. Ca o mică surpriză, la finalul spectacolului cu dansuri populare, a venit demonstrația oferită de Egri Vitezle Oșcola, adică de un grup pentru păstrarea tradițiilor din orașul maghiar Eger. Dumbrăvițenii au putut afla cum se îmbrăcau soldații maghiari în secolele 14-15, dar și ce arme purtau și cum le foloseau în diferite situații. Először járt Temesváron az Egri Vitézlő Oskola. Milyen meghívásnak tettetek eleget? A temesvári kollégák ugye most újítják a várat igazság szerint. És szerettek volna egy olyannal találkozni, aki hasonló cipőben jár, mi is most újítjuk az Egri várat, ugye mi az Egri Dobó István Vármúzeum és az Egri Vitézlő Oskola szervezésében jelentünk mi meg, és egy pár tanácssal láttuk el az itteni kollégákat, valamint tartottunk egy pár történelem órát, hogy hogyan is képzeljük el mi magyarok, hogyan is képzeljük el mi egriek a 16. századot, azt az időszakot, amivel gyakorlatilag a mi várunk is foglalkozik. 1552-ben volt Temesvárnak is, és volt Egernek is egy ostroma, ennek kapcsán vagyunk mi most összezárva, ugye egy pár napig egymással, és ennek kapcsán próbálunk, tehát ezeket próbáljuk meg ezeket az órákat,
gyakorlatilag szépen egymás mellett, egymás segítségével megoldani. A Bartók Béla Elméleti Líceumban tartottunk előadást a délelőtt folyamán, ott a gyerekek nagyon jól fogadtak minket, nagyon szerettek minket, szívesen válaszoltak kérdésünkre, sőt, ők is igazán bekapcsolódtak ezekben az előadásokban. Délután pedig hát jártunk, eltünk Temesváron, és a különböző dolgokkal ismerkedtünk meg. Itt a helyi nevezetességeket fogjuk majd a következő napokban meglátogatni, valamint majd megyünk tovább Románia egyik másik városába, Tordára, ahol pedig egy hát másik programban fogunk képességgel részt venni, de hasonlóan a Dobó István Vármúzeum fogja ezt szervezni. Nemrég alakult meg Temesváron a Losonczi István hagyományőrző sportegyesület. Milyen tanácsokkal láttátok el őket, hogy minél hamarabb egy fontos tényezője legyen az itteni magyarság hagyományának ápolása? Az egri vitézlő oskola már több mint másfél évtizede műveli a 15. századi hagyományőrzést. És ennek kapcsán mind a ruházat, mind pedig a fegyverzet, mind pedig az előadásmód tekintetében sokat tudtunk nekik segíteni. Hát egymástól tanulunk képességgel, ez rossz szó is rá, hogy segíteni valakinek, mert hogy ez azt jelenti, hogy egyik a másik fölé van rendelve, mi egy szinten érezzük magunkat az itteni hagyományőrző csapattal. Mi nagyon szeretnénk ide majd később vissza is térni. Spre deliciul copiilor, vitezii din Eger s-au încumetat să tragă cu o pușcă tradițională chiar în fața căminului cultural. Isten nevében! Tűz!